Újoncként vágott neki a megyei első osztályú bajnokságnak a Nyíregyháza Spartacus 2 egy rutinos edző Huszák Géza irányításával. Konkrét célokat nem fogalmaztak meg induláskor, mivel több helyről érkeztek a keretbe a fiatal játékosok. Ehhez képest az első 11 meccsét megnyerte a kis Spari. Aztán a vásáros namény megállította a menetelést, majd az idény végén egy elmaradt meccs pótlásán az Újfehér túl múlta felül a piroskékeket. A félidei mérleg így is imponáló, 13 győzelem, 2 vereség, 45 rúgott és 18 kapott gól. Ezzel a Spari 2 39 pontot szerzett és 9 ponttal előzi meg a második helyezett vásáros namint. Érthető, hogy a szakvezető is elégedett az őszi szerepléssel. Köszönet azoknak az edzőknek, akik eddig nevelték ezeket a srácokat. Nagyon fontos, hogy jó alapokkal jöjjenek. A másik az, hogy megérezték a srácok, hogy felnőtt bajnokság először, megyei egy nagy kihívás, edzésszámba is természetesen, ugye mi többet edzünk, mint a legtöbb megyei csapat, de még egyszer mondom, ugye az előbb nem akarom magamat ismételgetni, hogy a fő cél az, hogy az első csapatnak neveljünk játékost. És ez a kettő együtt én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy motiváció volt a srácok részére. Nagyon jó szakmai stábunk van, ugye a Laci Pintér meg a Tudja Dávid volt először, aztán a Laci ugye az edzőváltás után felkerült az első csapathoz, jött a Miski Zoli kapusedzőnek, tehát a Tudja Dávid a kapusedző, most a Zoli meg ugye jó magam. Én úgy gondolom, hogy az öndicséret nem jó, de a mérkőzések, a rugott gólok, a mutatott játék azért azt mutatta, hogy jó úton járunk. Mint Huszák Géza elmondta, több nehézséggel is meg kellett küzdeniük. Ezek tükrében még nagyobb fegyvertény az, hogy nem csak eredményesen, hanem többször is kifejezetten látványosan játszott a csapat. Volt nagyon sok olyan mérkőzésünk, ahol kimondottan jó futballt mutattunk be. Tehát játszottuk a focit, nem az ellenféllel foglalkoztunk, pedig hát vannak sérelmeim, mert fiatal játékosainkat nagyon sok helyen elég szépen összerugdosták. De mi akkor is a játékkal több mérkőzést vesztett állásból megfordítottunk, úgyhogy én tényleg csak jókat tudok mondani, és nagyon bízok abba, hogy ez a folyamat nem áll meg. Még egyszer mondom, egy kicsit nehéz a helyzet, tudom, furán hangzik, mert ugye egyre többen nyitogatják a szárnyukat. Ez az első csapat részére jó, de hát ha mi részünkről meg egy kicsit nehezebb, mert ugye mindig tódozni-fódozni kell a csapatot. Pont most számoltuk össze, hogy 31 játékos lépett pályára az ősz idénybe a megyei elsosztályú csapatunkba. Ezen a héten még edzenek a fiatalok, aztán hétfőtől pihenőt kapnak a játékosok. Január elején indul a felkészülés, februárban pedig nagy eseden kezdi a tavaszi idényt a Spari 2.